2012. márciusa. Budapest szívében esküt tesznek a radikális jobboldali gárda tagjai. Danger for democracy does not exist in Hungary because the Hungarian people love freedom. They love democracy. They would like to live under that democratic and freedom umbrella. In all democracies in Europe, from France through Austria to Hungary, we always have that kind of 10-15% of extremist forces. Magyarországon ma mindenütt jelen vannak a nacionalista szimbólumok. Ez a nemzeti taxi, ez pártalapon alapul. Tehát mi a Jobbikhoz tartozunk, és magyar érzelmű emberekből áll, és ezért van a Nagy Magyarország térkép kitéve, mert mi bízunk abban, hogy még egyszer lesz újra Nagy Magyarország. Az első világháborút követően Magyarország elvesztette területének kétharmadát. Ez mindmáig ható nemzeti trauma, amelyet a Jobbik eredményesen használ ki szavazatszerzésre. És manapság már jó esetben 2 millió 200 ezer magyar ember él a határokon kívül. Az etnikai határok ugyanis csak kizárólag Horvátország és Ausztria tekintetében alakultak ki, és Magyarország önmaga népével határos. Ezeken a csalóközi szlovákiai területeken, ahol az újan megy, a magyarságnak a számaránya mind a mai napig 70-80, adott esetben 90%-os, érvényes ez Kárpátaljára, ugye a mai Ukrajna területe, Szatmár megye, észak, tehát a Párcium vidéke, vagy Bács megyében Szabadka térsége. A radikális jobboldali Jobbik párt tagjai nyíltan fajgyűlölők. A Jobbik a maga 17%-ával a Magyarországgyűlés harmadik legerősebb pártja. Majd a Katának a könyveit, ez így összesen 7000 lesz. Ennek már nem fogok tudni adni. Nem baj. Nagyon fontos, azért, mert az őseink és egyáltalán a magyarságunk ezt nem engedheti meg a Szent Koronatan, hogy ezért ne harcoljunk, mert az mindig is magyar föld volt, és galád módon már akkor is eladták az országot, vagy elrabolták ezeket a részeket a Magyarországtól. Tehát ez nagyon fontos. Nemzeti álmok. Magyarország búcsúja Európától. Andrea Morgenthaler és Paul Lendvai filmje. A kommunizmus megdöntését és a szovjetek kiszorítását követő 20 zavaros év után végre gránit szilárdságú alapot vetettünk a jövő számára. Osztály, származás, életkor, vallás és politikai hitek határait átlépve valódi nemzeti, kétharmados parlamenti forradalmat vittünk végbe. Így és ezért született meg Magyarország alaptörvénye. A Szent Korona, a nemzet jelképe. Ma már Orbán Viktor és a jobboldali konzervatív Fidesz kormány jóvoltából nem csak a parlament épületében őrzik, de az új alkotmányba is bekerült. Az elmúlt nagyság újabb történelmi szimbóluma, amely a látszólag fenyegetett nemzet egységét hivatott felidézni. Civilizációnk, de legalábbis annak európai fele, lemondani látszik korábbi felemelkedésünk és gazdasági sikereink mögötti legfőbb hajtóerőiről, az élet spirituális mélységeiről, a házasság az utódok nyújtotta boldogságról és a nemzeti kultúrák szellemi energiájáról. Es wird das ganze öffentliche Gerede auf die nationale Ausgrenzung aufgebaut. Das bedeutet, dass die Zugehörigkeit zur Heimat, zur Nation, und die beiden Begriffe haben eine sehr große Bedeutung noch in Ungarn, im Gegensatz zu Westeuropa. Diese Zugehörigkeit wird abhängig gemacht von der politischen Einstellung. Ich wurde als
Verräter und Nestbeschmutzer gestempelt und ich wurde über Nacht als Persona non grata quasi erklärt. All jene, die nicht einverstanden sind mit dem heutigen politischen System, gelten als nationsfremd, als heimatlos. Und wenn sie noch dazu ihre Kritik im Ausland äußern, dann sind sie einfach Staatsfeind Nummer eins geworden. Es war wirklich eine antisemitische Hetzkampagne. Quasi lamentieren, dass man Leute wie uns nicht damals in 1920 umgebracht hat. Na most a zsidósággal csupán annyi a probléma, hogy ugye ők a bankvezérek, mindenhol ők a vezetők. Minden multiba a zsidóság a vezető, ezt tudjuk. Nem is ezzel van a baj. Azzal van a baj, hogy a megtermelt javakat ráülnek, vagy kiviszik az országból. Itthol a magyar munkaerőt semmiben nézik, és ébérért, tehát ilyen 300 eurónak megfelelő keresetük van, amiből Magyarországon ma nem lehet megélni. A jobboldali konzervatív Fidesz program nélkül, ám annál nagyobb nemzeti pátosszal elsöprő kétharmados többséggel nyerte meg a 2010-es választásokat. Azóta az Orbán Viktor vezette kormány következetesen alakítja át az országot és építi le a demokráciát. De ezer éves európai nemzetként van egy követelésünk. Egyenlőséget követelünk a magyarnak. Európai nemzetként követeljük az egyenlő elbánást. Nem leszünk másodrendű európai polgárok. Jogos követelésünk, hogy ugyanazt a mércét alkalmazzák velünk, mint más országokkal szemben. Orbán példátlan iramban alakítja át az országot. Az új alkotmány, a médiatörvény, az új választójogi törvény a választási ciklusokon messze túlnyúlva bebetonozza a Fidesz hatalmát. Híveinek lelkes tetszés nyilvánítása közepette Orbán a külső és belső ellenségektől fenyegetett nemzet megmentőjévé kiáltja ki magát. Szabadság azt jelenti, hogy magunk állapítjuk meg saját életünk törvényeit. Mi magunk döntjük el, mi a fontos és mi nem az. Magyar szemmel, magyar észjárás szerint és a magyar szív ritmusát követve. Ezért mi magunk írjuk az alkotmányunkat. Nincs szükségünk szamárvezetőre, és nem kérünk az idegenek kezünket irányítani akaró kéretlen segítségéből sem. Jól ismerjük a kéretlen elvtársi segítség természetrajzát, és felismerjük akkor is, ha nem vállapos egyenruhába, hanem jól szabott öltönybe bújik. Mi azt akarjuk, hogy Magyarország a saját tengelye körül forogjon, ezért a jövőnk zálogát jelentő alkotmányt meg fogjuk védeni. Orbán nem egy nyitott Magyarországot akar. A világgal együttműködő Magyarországot akar. Orbán Magyarország 20-as, 30-as éveinek eszmeiségét hozza elő, ahol úgy tekint Magyarországra, mint akit támadnak külföldről, akit elárulnak külföldről, mi csak magunkra számíthatunk, mindenki más a vesztünket akarja. Orbán már régen nem európai mentalitású politikus, hanem, ahogyan valaki írta, egy puszta Putyin.1989, nem sokkal a rendszerváltás előtt. Az 1956-os forradalom után kivégzettek újra temetése. A legifjabb szónok a 26 esztendős polgárjogi harcos és joghallgató Orbán Viktor. Hogy a demokrácia és a kommunizmus összeegyeztethetetlen. Orbán Viktor 36 éves és a fiatal liberális demokrata Fidesz élén Európa legfiatalabb miniszterelnöke.
Már első kormányzati ciklusa alatt új irányt ad a pártjának. A Fidesz markánsan nemzeti konzervatív párttá alakul át. De a következő két választáson Orbán alulmarad nagy ellenfelével, a szocialista Gyurcsány Ferenccel szemben. Gyurcsány azonban a választások előtt elhallgatja a drámaian nagy költségvetési hiányt. Adócsökkentést ígér. A választások után mégis kénytelen adót emelni. Miután a miniszterelnök egy titokban felvett beszédben nyíltan beismeri, hogy tudatosan hazudott a választóknak, erőszakba torkolló tiltakozások kezdődnek. A tiltakozók megostromolják a tévészékházat. A politikai elit miatt érzett felháborodás az egész országra kiterjed. Ez kegyelemdöfés az egymással civakodó baloldali pártoknak. A 2010-es választásokat Orbán azzal a populista követeléssel nyeri meg, hogy a szocialista kormányzás felelőseit bíróság előtt vonják felelősségre. Fidesz Anhänger meinen, dass es eine einzige Wahrheit gibt und dass eine Regierung und dass sie die gesamte Nation vertreten. Ein Europäer würde sowas nie denken. Für Ungarns Geschichte ist es kennzeichnend, dass die Übergänge aus einem feudal-despotischen System in ein europäisch-demokratisches sich immer gescheitert haben. Schon bei 1848, Ungarn blieb stecken in der österreichisch-ungarischen Monarchie, mit 1918 nach dem Ersten Weltkrieg war nur eine kurze Zeit eine Demokratie gegeben, dann kam eine kommunistische Zwangsherrschaft und danach eine rechtskonservative Regierung, die mit 1920 das erste Judengesetz Europas fertiggebracht hat. Horthy Miklós ellentengernagy uralma idején vetették első ízben a zsidók szemére, hogy veszélyeztetik a nemzeti kultúrát. Ő találta ki a zsidó egyetemistákra vonatkozó numerus clausust, és helyezett hangsúlyt az autentikus magyar jellegre. És egyáltalán, ekkor vált uralkodóvá az a népnemzeti eszmeiség, amelyre Orbán Viktor is hivatkozik. A tekintélyelvű keresztény konzervatív Horthy Hitler szövetségeseként visszakapja Erdélyt és Szlovákia egy részét. A németek bevonulásával 1944 tavaszán megkezdődik a félmillió magyar zsidó deportálása. Miközben Horthy kísérlete, hogy átálljon a szövetségesek oldalára, kudarcba fullad, a magyar nemzeti szocialisták, az úgynevezett nyilas keresztesek átveszik a hatalmat. Ők a mai jobbikos gárda példaképei. A nyilas keresztesek ezer számra lőtték a Dunába a zsidókat. E magyar nácik csak a háború utolsó évében 50 ezer zsidót gyilkoltak meg. '45 versuchten einige Optimisten ebenfalls eine bürgerliche Demokratie zu errichten, aber die Sowjetunion hat dieses Land dann mit den anderen osteuropäischen Ländern gleichgeschaltet. Das bedeutete aber, dass die ungarische Öffentlichkeit und die gesamte ungarische Gesellschaft im Grunde genommen in seiner politischen Mentalität und Kultur im Jahre 1944-45 stehen geblieben ist. Und als dann jetzt die
zweite Orbán-Regierung mit einer Zweidrittelmehrheit an die Macht kam, meinten die Leute, dass eine solche rechtskonservative Regierung, die den Geist aus 1944-45 mit sich schleppt, dem Land helfen kann. Diese Regierung versuchte mit der neuen Verfassung das Land irgendwie umzufrisieren. Es gibt gewiss ideologische Dinge, die nicht von allen Ländern geliebt werden in Europa. Zum Beispiel eine Hinweisung auf Christentum oder aber auf Familie oder Ehe. Also die sind sogenannte Wertesachen. Darüber ist es natürlich sehr schwer zu diskutieren. Az alkotmány igazi problémája, hogy abból az alapelvből indul ki, hogy az a jó magyar, aki úgy gondolkodik, mint Orbán Viktor, egy nagyon hagyományos, fundamentalista, keresztény, konzervatív módon, és miután ő ezt képviseli, ebből következik az, hogy minden olyan korlátot, amely ezzel szemben áll, ezt lebontja. Ezért bontják az Alkotmánybíróságot, ezért nincsen szabad média, és folytathatnám. A Budapesti Nemzeti Galériában már az új szellem az uralkodó. Az új alkotmány tiszteletére rendezett kiállítás címe Hősök, királyok, szentek. Magyarország történelmének motívumai. Állami művészet. A kormány megbízásából. A témák egyértelműek. A területvesztés traumája, amelyet itt az 1920-as trianoni béketárgyalások ábrázolásával mutatnak be. Horthy a kormányzó és Hitler barátja. 1956 meggyilkolt hőseinek újratemetése nem sokkal a rendszerváltás előtt. Valamint a Szent Korona és annak legitim örökösei. Die großen Schriftsteller, die großen Schauspieler, die großen Regisseure, die wirklich wichtigen Kulturleute zählen jetzt nicht mehr. Das war eine schlechte Auswahl, jetzt sollen andere kommen, von der rechten Seite. Es war auch ein großer Skandal bei dem neuen Theater, wo wieder der Bürgermeister von Budapest zwei so Neofaschisten als Direktor und Intendant ernannt hat. Ich glaube, dass diese Leute sich für Kultur überhaupt nicht interessieren. Sie sind sehr primitive Menschen. A közszolgálati médiát 2011-ben gleichschaltolták. A négy tévécsatorna és a rádióadók fölött álló új médiahatóság felügyeli a tartalmakat és osztja a sugárzási engedélyeket. Váradi Júlia egy magánrádió munkatársa. A kormánnyal szemben kritikus, félmilliós hallgatótáborral rendelkező adó korábban hirdetésekből és szponzortámogatásokból tartotta fenn magát. 2010 óta a Klubrádió a túlélésért küzd. Wir können die Miete kaum bezahlen, wir können Elektrizität nicht bezahlen, wir müssen auch für die Ausstrahlung bezahlen. Also es gibt etliche Ausgaben, die man einfach irgendwie zusammen sparen muss und zusammen betteln muss sozusagen. Und dann immer am Ende kommen die Leute, die hier arbeiten. Also ich zum Beispiel arbeite auch heute seit Dezember unbezahlt. Und die, viele Leute hier arbeiteten auch monatelang unbezahlt. Clubradio. Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok, és a mai vendégem Rába Roland, színész, rendező. Az új médiahatóság 2011 óta jogi állóháborúba kényszeríti a Klubrádiót a frekvenciáért. A rádiótól, amely nem tudja, hogy egy hónap múlva sugározhat-e még, elmaradoznak a hirdetők. Nyilvánvalóan ez a kormányzat szándéka. A folyamat része volt, hogy megnéztünk nagyon sok Hamletet. A Gábor Miklós Hamlet. A Klubrádió ugyanakkor, még ha meg is tudja kapni a sugárzás jogát, amit most már hónapok óta folyamatosan lebegtetnek, hogy van-e vagy nincs, akkor is bajban lesz,
mert egy ilyen kormányzati nyomás alatt lévő rádióban szinte senki nem mer hirdetni. Még az is megtörténhet, hogy nem jogi eszközökkel lehetetlenítik el a rádiót, hanem megfojtják pénzügyileg, mert kérem szépen, ha valaki ott hirdet, másnap megjelenik az APEC, és elmondja neki, hogy mit szabad és mit nem szabad ebben az országban csinálni. Hogy a 21. században élünk. Hát hogyan gondolják önök, hogy Magyarországon, vagy Európa bármely országában bárki képes lenne az internet korában elnyomni a vélemények szabadságát? A magyar választási kampányban mi a választás javarészben a kontrollálhatlan interneten és a Facebookon nyertük meg. Hogy gondolják önök, hogy a 21. században lehetséges a vélemények szabad áramlását korlátozni? Meg vagyok döbbenve, hogy önök mennyire a múltban élnek. Már a választások előtt megtörtént a vezetőváltás, a MTV elnök kvázi előre menekült, és a jobboldali potentátokból választott hírigazgatót még jóval a választások előtt. És ő ott a sajátos módszereit próbálta meg bevezetni, ami azt jelentette, hogy a legtöbb anyagba az elején beleírt gyakorlatilag, belediktált mondatokat, ami ezért egy hírigazgatónak nem dolga. Es gibt nur eine Nachrichtenagentur. Das wurde so gemacht, dass es jetzt dafür man nicht bezahlen muss. Also jeder kann, jeder benutzt diese Nachrichten, die von diesem MTI, ungarische Nachrichtenagentur, gemacht werden. Sie machen ihre eigenen Nachrichten für die ganze Medien in Ungarn. Ein einziges und nichts anderes kann gebraucht werden. Minden hírre valahogy rá kellett azt fűzni, hogy az elmúlt 8 év. Tehát, hogy az előző, leginkább a Gyurcsány kormány mit művelt. Ez különösen jellemző volt akkor, amikor mondjuk már nehezen eltitkolható vagy magyarázható kudarcot kellett kommunikálni. Akkor, például mondjuk, ami az Európai Unió részéről vagy az IMF részéről érte Magyarországot, akkor mindig hozzá kellett fűzni, hogy de régen rosszabb volt, végülis ez volt az üzenete. Aztán ugye ez átváltott abba a narratívába, hogy a külföld a hibás. Legtöbben, köztük én is, mivel nagyon sokan sejtettük, hogy ennek így kirúgás lesz a vége, ezért megpróbáltunk elhúzódni az ilyen politikai és közéleti dolgoktól, és mit tudom én, óvoda átadás. Bár az is azért ingoványos terület Magyarországon, de mégiscsak egy kicsit békésebb terület. Szóval megpróbáltuk kibekelni azt az időt, amit kirúgnak. Fekete Norbertnek 2011 végén mondtak fel. Vele együtt csak nem az egész hírszerkesztőséget elbocsátották. Eigentlich könnte man sagen, was man möchte. Ich muss so formulieren. Man sagt aber nicht meistens, was man wirklich sagen sollte. Weil es eine innere Zensur wieder eingebaut worden ist aufgrund des Mediengesetzes. Es kann nämlich bestraft werden, wenn jemand irgendetwas aussagt, was die Behörden für nicht adäquat halten. Was das bedeutet, das weiß man nicht. Das Problem ist mit dem Mediengesetz genau das, dass es nicht deutlich dargestellt wird, was für unadäquat gehalten wird, deshalb kann für alles gesagt werden. Das passt nicht. Also du wirst bestraft oder herausgeschmissen. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich junge Journalistin war in Ungarn. János Gáda war an der Macht und es war ein kommunistisches Land. Da hatten wir auch eine Art von innere Zensur im Rundfunk, wo ich gearbeitet hatte. Wir mussten aufpassen, wir wussten, wo die Wände sind. Wir wussten aber, wo die Wände sind und deshalb haben wir immer damit gespielt, dass wir an die Wand angenähert hatten und vielleicht ein bisschen übergesprungen sind. Das war unsere beste
das Spiel damals gewesen. Heute weiß man nicht. Man sieht die Wende nicht. Man weiß nur, dass was der Regierung wahrscheinlich nicht gefallen wird, das ist besser nicht auszusagen.1956. októbere. A kommunista egypártrendszer elleni nagyszabású békés tüntetés egy éjszaka leforgása alatt szabadságharccá változik, amelyet az egész világ lélegzet visszafojtva figyel. A bátor harcosok álma csak 13 napon át tart. Novemberben már szovjet tankok dübörögnek az országban, és eltapossák az új magyar útnak még a reményét is. Százezrek menekülnek nyugatra. 56 war ein Trauma, nämlich nicht die Niederwerfung der Revolution. Daran hat man sich schon gewöhnt. Das Trauma war, wie schnell die Mehrheit der Ungarn mitgemacht haben. Mit 1957, der 1. Mai, Hunderttausende zogen vor den geschmückten Tribünen der Kadar-Regierung vorbei. Ohne weiteres. Natürlich, man kann sagen, sie hatten keine andere Wahl, was aber nicht stimmt. Nämlich, so gefährlich wäre es nicht gewesen, nicht an dieser Demonstration teilzunehmen. Das ist ein Trauma, eine Schande, die alle wahrgenommen haben und verdrängt haben. Magyarország vezetése a 80-as évekig szigorúan hű Moszkvához. A szabadság hiányát kisebb gazdasági reformokkal fedik el, ami bizonyos mértékű jóléthez vezet, és elviselhetővé teszi a hétköznapokat. Es ist fantastisch, dass die Gehirnwäsche der kommunistischen Regierungen total spurlos diese Bevölkerung beeinflusst hat. Also die Mehrzahl der Bevölkerung hat absolut nicht mitgespielt in den sozialistischen Zeiten. Natürlich, sie haben sich geduckt, sie machten mit, aber ihre geistige Einstellung hat sich im Grunde genommen nicht geändert. Und deshalb konnte diese Regierung mit seinen Slogans ohne weiteres diese Masse wieder gewinnen. Növekvő megélhetési költségek. Az Európában legmagasabb 27%-os áfa és a kisebb új különadók sora a társadalom legelesettebb rétegeit, a nyugdíjasokat és az alacsony jövedelműeket sújtja. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott Oltalom Karitatív Egyesületben Iványi Gábor lelkésznél a rászorulók eddig melegételhez és ágyhoz jutottak. Az új egyházi törvény értelmében ez az egyház már nem egyház, és ez következményekkel jár. Ugyanígy leállították a szociális intézményeink finanszírozását. Na most nem arról van szó, hogy az állam bennünket támogat egy házi működésünkben, hanem mi elvégzünk bizonyos állami feladatokat, nem tőlük kaptuk a jelenlegi kormánytól. Iványi Gábor lelkészt, aki 4 évig maga is parlamenti képviselő volt a liberális párt színeiben, felháborítja, hogy a kormány valósággal vadászik a védenceire. Például az utcán tartózkodást büntetik, nem csak éjjel, hanem napközben is. Tehát a kerületek egyrészt átűzik a másik kerületbe, és azt ide fűzöm két zárójel közt, hogy a hajléktalan probléma az mindig nagyvárosi probléma. Tehát durván 50 ezer ember az utcákon van, nagyon sokszor 150 forint sincs a hajléktalanoknál, hanem
A börtönnel való fenyegetéssel érik el azt, hogy az emberek menekülnek. Tehát itt egy menekülésre kényszerítésről van csupán szó. Én mondom, hogy engem nem szabad, csak engem szabad. Megengedik, hogy szerződik Kelemen László, jó étvágyat kívánok, Horváth Bertalan, jó étvágyat, Novák Attiláné. A hajléktalanok minimum 10 évvel fiatalabbak, mint a társadalom, hamarabb halnak meg, összetettebb betegségeket hurcolnak, és ha kivonjuk onnan az egészségügyi támogatást, ha nem aludhatnak emberi körülmények között, akkor világos, hogy megszűnnek anyagi problémát jelenteni a kormányok számára. Na most ez botrány, és azt gondolom, hogy valami olyanfajta bűn, amire bocsánat sincs. Magyarországon 4 millió ember él a létminimum alatt. A magyarországi evangéliumi testvérközösség több intézményében mintegy 4000 rászorulóról gondoskodik szerte az országban. A legszegényebbek egyháza az új alkotmány szerint már nem egyház. Az új alkotmány szerint e döntés ellen nem lehet panasszal élni. Ugye mi Európában vagyunk, és Fidesz hangoztatja is, és Európa is komolyan veszi, hogy amit zajlik, az Magyarország belügye. És ez körülbelül olyan, mint mikor a lépcsőházban, ahol együtt élünk többekkel, valaki veri a családját, ijeszteti a gyerekét, megalázza, megerőszakolja a családtagokat, de a rendőrség nem jön ki. Die Bestrebungen Orbáns bedeuten, die formale Mitgliedschaft in der Europäischen Union aufrechterhalten, aber de facto diese Mitgliedschaft sozusagen zu beenden. Die Normen, die Regeln der Europäischen Union einfach nicht ernst zu nehmen und systematisch zu missachten. Jeden Tag, jede Woche trifft die ungarische Regierung irgendeine Anordnung, was ganz klar an die Grundsätze der Europäischen Union stößt. Was bringt es eigentlich, dass Sie im Ratsgebäude in Brüssel einen Teppich ausrollen, als Gastgeschenk, in dem Ungarn in den Grenzen von 1848 gezeichnet ist? Was ist in der Symbolpolitik Europas das für eine Botschaft? Ich will hier für die Liberalen sehr deutlich sagen, das ist keine Kampagne. Es ist eine europäische Frage, wenn in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union Grundfreiheiten berührt werden, in Frage gestellt werden. És nem fogadom el sem a németektől, sem senkitől, hogy csak azért, mert mi diktatúrában éltünk 40 éven keresztül, most bárki megkérdőjelezze a magyar nép demokratikus elköteleződését. Jamais une démocratie n'est morte parce qu'il y avait trop de liberté. Les démocraties sont mortes quand on était en train de restreindre les libertés, monsieur Orbán. Az Európai Unió két eljárást indított Magyarország ellen. Az Unió úgy látja, veszély fenyegeti az igazságszolgáltatás függetlenségét és az adatvédelmet. Alles mögliche tun, damit diese Verhandlungen mit der Europäischen Kommission und IMF so bald wie möglich angefangen werden könnte. Orbán harciasan EU ellenes hangvétele kedvező visszhangra talál. Januárban 100 000-en sorakoznak fel demonstratívan a kormányfő mögött.
Ám nem csak az Európai Unió, az európai befektetők is nehezményezik az önkényes különadókat, bankadót és a bizonytalan jogi környezetet. Ugyanis ha a költségvetés lyukainak betömködéséről van szó, a kormány roppant kreatív. Die Regierung hat die Menschen gezwungen, die privaten Rentenkassen zu verlassen. Und viele Menschen haben Angst gehabt, in den privaten Rentenkassen zu bleiben, weil es wurde breit gesagt, dass wer dort bleibt, kann seine Stelle im öffentlichen Dienst verlieren. Es gibt viele, viele Mittel, womit man die Menschen zwingt. Es herrscht Angst bei vielen Menschen. Und ich glaube, Ungarn ist keine Demokratie mehr. Der Parlamentspräsident, der Regierungschef, der Chef von Justiz, das bedeutet der oberste Richter, der Chef von Zentralen Finanzamt, der Chef der Medienbehörde, alle gehören zu einer kleinen Gruppe von ehemaligen Studenten in Budapester Jurafakultät. Nur das ist eine ganz enge Gruppe von Vertrauten von Orbán. Alle. Was aus dem Ausland etwas helfen könnte gegenüber diese Art politische Mentalität überhaupt, das ist nicht von den europäischen Linken zu erwarten. Das ist von den europäischen Rechten zu erwarten. Wenn die europäische Rechte begreift, dass sie selbst ihre gesamte Arbeit, das gesamte Werk von Konrad Adenauer zum Beispiel, gefährdet wird durch diese Art politische Machenschaften, die die heutige ungarische Regierung in der Union exportiert, wenn sie bemerken, dass ihre eigene europäische rechtskonservative Kultur gefährdet wird dadurch, dann können sie im Grunde genommen wirklich helfen. Jó napot, tiszteltem, Orbán Viktor Lajos. Orbán trifft alle Entscheidungen selbst, alleine. Diese Art seiner Einstellung, seiner Persönlichkeit bestimmt jetzt das Handeln des ungarischen Staates, der ungarischen Regierung. Er glaubt nicht an gegenseitigen Vertrauen zwischen Unternehmen in der Wirtschaft, zwischen Politikern, zwischen Parteien oder zwischen Staaten. Für ihn gibt es nur Kampf. Es ist kein Zufall, dass er Fußball so mag. Er denkt immer im Begriffe von Fußball, von Kampfspiel. Es gibt nur Gegner. Heutzutage gibt es noch keine politische Elite auf der linken und liberalen Seite, die überhaupt kampffähig wäre. Sie sind im Grunde genommen nicht nur total eingeschüchtert, sie sind auch ratlos. Und sie sind deshalb ratlos, weil sie dem Kampf, so richtig faschistisch zu sagen, nicht gewachsen sind. Sie können nicht kämpfen. Sie laufen ihren eigenen, Verzeihung, humanistischen Illusionen nach. Aber sie stehen einem Gegner gegenüber, das diesen Humanismus verachtet. I'm the only one who says fuck you to the president. So you don't have nobody else left. So I have a hard voice. I can talk to the government, the police and every crooked motherfucker in this state. So what's up? Back.
Bazd meg az Orbán, bazd meg a kormány, bazd meg az MSZP-t és a Gyurcsány, bazd meg az LMP-t, meg a Jobbikot, bazd meg a sok fizetett naplopót, bazd meg őket, a képviselőket, de ne hagyd ki, bazd meg a képviselőnőket. Tulajdonképpen azt mondtam el, amit szerintem egy átlag magyar ember érez, tehát hogy ezt a abszolút jövőkép nélküliséget, frusztrációt, kilátástalanságot és a mindennel való elégedetlenséget. Tehát amit tudni kell, hogy Magyarországon a nagy többség, tehát a 75%-nyi szavazó állampolgár, meg lakos, meg gyerek, meg néni, meg mindenféle ember, ez igazából gazdátlan. Tehát nem tudják, nem kapnak válaszokat a kérdéseikre, és ezt érzik. Tehát tulajdonképpen mindenkivel elégedetlenek. Mivel a refrén a himnuszt idézi, amely Isten áldását kéri a magyarra, Dobment feljelentik a himnusz meggyalázásáért. Ez meleg, hogy nem jutott ki senki a helyzére. A Jobbiknak bizonyos tagjai által vezényelt vagy irányított kurucinfon keresztül tettek, ebből indult egy rendőrségi eljárás. Nem hiszem, hogy kormánynak a nyomására, ez egy ilyen kirakat per volt, amikor volt az ügyészségben egy ilyen túlzott megfelelési kényszer, ugye a kétharmados többség látán, ugye tipikusan a megfelelő emberek elkezdtek behajolni a hatalomnak, és ugye ilyenkor általában beindul egy reakció, hogy megpróbálják még túl teljesíteni az igényeket. Megfélemlíteniük, tehát engem nem kell megfélemlíteniük, tehát épp elég az, hogy például az olyan helyek, ahol engem meghívnának fellépni, azok mondjuk félnek. Tehát engem ugye nem próbálnak megfélemlíteni, meg elhallgattatni, mert az nagyon látványos lenne. De nincs is erre szükségük, hiszen nagy részben ezt megteszi helyettük az a félelem, amit az emberek éreznek velük kapcsolatban. Tehát erre az egyre nagyon jól ráérzett ez a kétharmados többség, illetve ugye, hogy lefette az üzleti szférát, meg a mindenféle érdekeket, hogy mozgósítani is tud. Tehát ugye az emberek pénzből élnek, az emberek a lehetőségeiket féltik, tehát azt gondolják, hogyha ennek a hatalomnak bármiféle úton, módon ellene cselekednek, akkor tulajdonképpen a hatalmat megsértik, és ennek következménye lesz. Tehát, hogy még ha nem is lesz következménye, az emberek azt gondolják. Vulgáris zenei leszámolását a rendszerrel több mint 1 millióan nézték meg az interneten. A rapper, aki ebben a panelházban nőtt fel, a fiatalok szemében az ellenzék hiteles alakja. A magyar Facebook közösség hetekig tartó eljárásban Magyarország alternatív köztársasági elnökévé választja a rettenthetetlen 37 éves rappert. Régen parázott itt az egész világ, mert mindenki félte a magyarok nyilát. Máron nem maradt ebből sem. These guys up in the parliament, they want us to be scared. But I refuse to be scared. They're not gonna scare me. They need the return of the Jedi. We got Darth Vader over there. So, I'm ready to roll. I'm ready to fight. Ugyanaznap, a nemzeti ünnepen, alig 100 méterre az ellenzéktől a szélső jobboldali Jobbik ünnepel. Vannak kimondható és kimondhatatlan célok. Nyilván 2012-ben Magyarországon nem lehet olyan célokat kimondani a nyilvánosság előtt egy párt programjaként vagy párt vezetőiként, mint amiket kimondanak a párt szimpatizánsai a különböző internetes oldalakon. Az internetes oldalakon nyíltan és mellék régóta a megsemmisítésnek a legkülönbözőbb formáit emlegetik a nicknéven
beszélő internetezők. A Jobbiknak az alapvető célja az én véleményem szerint elsősorban a hatalomnak a megszerzése, a hatalom megragadása, ehhez szimpatizánsokat kell. A Jobbik félkatonai szárnya végzi a piszkos munkát. Sok ehhez hasonló, hivatalosan betiltott, kulturális egyesületnek álcázott félkatonai szervezet működik. Ezek a romák lakta helyeken lépnek fel. Csillag Ádám már egy éve követi az ebből eredő konfliktusokat Gyöngyöspatán. A magyar lakosságnak csak nem 10% a roma. Ők a rendszerváltás vesztesei. Az itt élő romák közül szinte mindenki évek óta munkanélküli és mély szegénységben él. Tavaly egyszer csak megjelentek a faluban a neonáci gárdisták. Fejszékkel, korbácsokkal felfegyverkezve járőröztek a faluban. A megfélemlített roma asszonyokat a boltig, a gyerekeket az iskoláig követték. Állítólag a falu fehér lakóinak védelmében. A rendőrség ezzel semmit nem tett, nem állította le őket, tehát folyamatosan heteken, hónapokon keresztül félelemben tartották ezek a félkatonai szervezetek az itt élő romákat. Ez a Dióhéjban ez történt, és aztán volt egy eszkalálódása ennek az ügynek. Ez a hegyoldal, ami itt van velünk szemben, 50-60 méterre tőlünk, ide tervezték a véderősök azt az országos kiképző haditábort a hétvégére, amiből bármi lehetett volna, bármilyen konfliktus lehetett volna. Az is lehet, hogy nem a véderősök kezdeményezték volna el, az is lehet, hogy egy románnál szakadt volna el a húr, de itt bármi megtörténhetett volna. Egyik éjjel a gárdisták kövekkel dobálják meg a romák házait. Egyikük provokatívan horog keresztet vízzel a telep elé. A hetek óta tartó feszültség ezek után tömegverekedésbe torkollik. Csodával határos, hogy ennél több nem történt Gyöngyöspatán, mert az elmúlt 4 évben romák ellen 21 faluban követtek el támadásokat lőfegyverrel, illetve dobtak molotov koktélokat romák házaira. 7 romát agyonlőttek. Hát melyik ember az, aki ugyanilyen körülmények között ne félne, független, hogy a faji hovatartozásától, vagy a vallás hovatartozásától. Kérdem én, hogy ki nem félne ugyanilyen állapotban, ugyanilyen helyzetben, ahol a megaláztatások mindennaposak. Ahol a tavaly nagyon sok rendőri visszaélések voltak. Meg hagyd ne soroljam azokat a dolgokat, amik történtek, amelyek már az embernek a mi voltukat szégyenítette meg, és magát az alapjogaikat vett el tőlük. Gyöngyöspata nyugodt, békés település, amennyiben a balliberális sajtó és azok az ellenfeleink nem vizionálnák az ellenkezőjét. Gyöngyöspata turisztikailag alkalmas arra, hogy komoly idegenforgalmi tevékenységet tudjon végezni. Gyöngyöspatát a jó borairól, a híres templomáról, a kiváló természet turista útvonalairól. Tavasz óta gyöngyöspatai roma férfiak tisztogatják a folyómedrét. A kormány modellértékű programja. A segélyezettek közmunkára fogása azt jelenti, hogy ezeket az embereket a minimálbérnél is kevesebb pénzért dolgoztatják, és nem jelennek meg a munkanélküli statisztikában. Aki például nem vállalja el ezt a fajta munkát, akkor 3 hónapra az FHT-től a foglalkoztatás helyettesítő támogatásból kiesik. Akit viszont időközben bocsájtanak el, az pedig 3 évre kiszorítják ki a FHT-ből. Én úgy gondolom, hogy annak a hiányossága miatt, hogy nincs munkalehetőség. Kevesen vannak azok, sőt, nagyon kis százaléka az, aki nem vállalja el ezt a fajta munkát, sőt, az a jellemző, így országosan,
legalábbis én azt látom, ahogy így járok jobbra-balra, hogy ebből még problémák is van, mert mindenki el szeretné vállalni, de viszont az egyhangúan kitűnik, hogy magával a bérezéssel pedig egyhangúan nincsenek megelégedve. Mert reggel szokott neki jönni a számára, szólni fog kint, amennyiben lesz. Hú, ez kitövi lesz. Ez nagy baj. Hát nekem nem mond, hát tudom, hogy nagy baj, de hát most nem tudok mit csinálni, fiúk. Ez van. Hát senkinek nincs, nem csak neked, senkinek nincs kajája. Bejöttük, ez egy Magyarország legnagyobb gyára volt. Ez több ezer embernek adott munkát. Ez már mind a kínaiaké. Ezért ment tönkre több tízezer magyar ember, mert ezek itt vannak. Tehát ez egy nagy humbuk volt az egész rendszerváltoztás. Ez csak a pénznek, a Magyarország eladásának a kezdete. Vagy folytatja. És az tart a mai napig. Az Orbán alatt is. Ez folyik. Filip György épp csak a lakbért és a villanyszámlát tudja kifizetni, átszámítva 250 eurós nyugdíjából. Ezért 4 éve újra taxizik. György 70 éves. Die ungarische politische Klasse war nicht so ehrlich. Im Laufe der 90er und besonders 2000er Jahre, wie die politische Klasse in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, sogar in Rumänien. Die ungarische politische Klasse war viel stärker diskreditiert, hat ihre Autorität vollständig verloren. In keinem anderen Transformationsland hat sich die positive Einstellung zu Demokratie und Marktwirtschaft so verschlechtert wie in Ungarn. A magyar változat munkatársai Kálid Artúr, Fodor Zsuzsa, Virág Anita, Márkus Tamás, Kablai Luca, Majoros Eszter. A magyar változatot az MTVA megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette 2013-ban.